Sziasztok a legújabb videóba! Kaparósról sírni fogunk, azt fogunk kaparni. Már... körülbelül már másfél hónapja, egy hónapja, másfél hónapja nem volt. És azóta egyébként jött ki új sorsjegy. Az a kávészerető sorsjegy, azt szerint azt hiszem három vagy négy nappal ezelőtt jött ki. Mikor még reggel néztem. Abból vettem kettőt, mint ugye a borítóképre is kifogom rá, tehát az lesz a borítókép. Van egy szuperbank, amely egy kis Black Jam, most ilyen light-os kapás lesz, nem lesz olyan sok, de hogyha szeretnétek, hogy ebből a kávészínes sorsjegyből legyen több, akkor írjátok kommentbe, vagy nyugodtan, egyébként már mondtam valamelyikbe, hogy nyugodtan írhattok kommentet, hogy miért vegyek. De ne ez a túl drága, mert mondtam, hogy az biztos, hogy nem nyert, tehát az úgy van megcsinálva. De ne ez a legdrágább, ez a közép kategória olyan 1000 forint, értitek? Na tehát megnézzük mindjárt, hogy milyen, remélem jó. Illetve a ritka videó tartalmakért, bocsi, ezt már nem is egy videóban elmondtam, hogy miért nincs például 2-3 naponta, de van ne izguljatok van. Tehát nézzük is, hogy megnyerjük a főnyeremény. Let's go! Kezdjük. A blackjack-kel, ebből is egyébként most csak egy darabot vettem, nem tudom, hogy hogyan. Mert ebből mindig szoktam, vagy hármat. Hő, 15 millió. 8-as, van nagyobb 8-as? Na, hogy ne lenne? Hát nem, mert már van egy E meg egy A is, de egyébként gondoltam, hogy kis blackjack 15 milliót nem fog kiadni. Nem baj, majd az újra. Szerintem a kávészünetet azt hagyjuk a végére, nem? Úgyis az lesz az izgalmasabb szerintem, azt még úgy csak akartam, mivel, hogy most jött ki azt a... Billeg az asztal. Az ön számai között van egy 5-ös és egy 15-ös. Na most itt van egy 9-es. 15-ös! Hallod? 500 forintot nyertem vele! Na ez legalább már nem egy mínuszos. Ez már jó. 3. Itt van egy E betű. 5-ös nincsen. Aha. 16-os. Jó, egyébként megyünk még tovább, mert adhat még többet is. Volt már olyan, hogy egy sorsjegyen belül több volt. Na, ez már jó egyébként. Már egy 500-as nyertünk. Visszanyertük az árát. Ez egy 1000-es. Ezt be kéne neki adnia. Mit is kell itt? Ja, három ugyanolyan szimbólum. Van egy gyűrünk, egy kupánk, egy gyöngyünk, még egy gyöngy, ez egy nyaklánc, még egy nyakláncunk, még egy gyűrű, egy aranyóra és még egy kupa. Hát jó, ez nem lett három ugyanolyan szimbólum. Nézzünk itt. 500 gyémánt, és a következő is egy gyémánt lesz egyébként. Helyet érme. 5000 forint. Zsák és aranyrúd. A következő egy 1000-es. Pénz és pénz. Helyett lóher. Jó, oké. Akkor a következő itt 3 azonos összeget kéne. Egy 1000-es már van. 5 millió már van. 50 000. 10 000 és 2 500-as. Ja nem, bocsánat, egy 500-as, meg egy 5000-es. És itt akkor érme szimbólumot kéne találnunk. Persely, autó, bank, rabló és tárca. Oké, ezzel nyertünk egy 500 forintot. Oké. A kávészünet sorsai. Hogy van ez, ha nyerőszi... Egyébként ez nagyon tetszik, ez nagyon jó néz ki, hátul a kávé, meg a... Érted? Jó. A nyerő szimbólumok valamelyike megegyezik az ön szimbólumai közül, nem tudok olvasni, bocsi, bármelyikkel ön nyert. Ha kétszer, kettőszeres szimbólumot talál a szimbólumhoz tartozó nyereményét,
Megduplázza, ha ötszörös szimbólumot áll a szimbólumhoz, meg ötszörözi. Jó, oké, értjük. Nyerő számok. Ja, bocsánat, nyerő szimbólumok. Nyerő szimbólumok, aha. Van egy cukor. Zongora. És esernyő, na most hogy kell? Igen, akkor bármelyikkel kell megegyeznie. Méz, virág, hát eddig nem jó, de még van egy csomó pohár. Ez egy hangjegy. Tej. Fánk. Kávéfőző. Bombon, legyen már, ha valamelyik jó. Csoki. Fagyi. Ételkészlet. Makaron. Mi? Ja, mi? De makaron, jó. Mi a gyász? Ja, süti. Gyertya és szemüveg. Hát ez nem lett olyan, de itt látom, van egy té. Jó, itt még van a bónuszjáték. 10, 17 és 10. Hogy írja? Ha bónusz, ha 3 azonos számot találja, igen. Jó, hát az első kávészünet, de sors, hogy nem nyert. De van még egy. Ez úgy érzem, hogy a főnyeremés látok. Kicsit állítom ma az állványom, mert már úgy álltam, hogy begörcsölt a hátam is. Fagyi? Igen, előbbiben nem bírtad volna. Egy virág. Meg egy süti. Hát, jó, ezek közül kéne az egyiket, hogy legalább eltaláljuk. Kétszeres! Wow! Aha. Eddig az első sor az kuka, de van egy kétszeresünk. Hát nem lenne baj, hogyha egyébként beadna egy 500-ast akár. Könyv. Zongora, előbb nem tudtad volna ilyet adni. Fán. Mi ez, csoki? Bombon, jó, van még egy utolsó sorunk. Esernyő. Makaron. Kávéfőző. Gyertya. Legyél jó. A picsába, csoki. Baszd meg, azt a 25 milliót beadhattam volna. Van egy J betű. Várjál már! 3 J betű van. Ja, várjál, hát ha tudnám olvasni, vagy tudnám értelmezni az olvasást, hát akkor tudtam volna. Hát a kétszeres szimbólummal már nyertem, mert ide van írva. Ha kétszeres szimbólumot talál, a szimbólumhoz tartozó nyereményt megduplázza. Az 500-as, tehát akkor ez egy 1000 forint. Hát nem is vagyok hülye. Vagyis de kurva hülye vagyok, de legalább a végére rájöttem, hogy értelmezni is tudni kéne valamit. Jó, akkor tulajdonképpen annyira szarul nem jöttem ki vele, mert ez a kettő nyert, ez egy 1000 forint, ez pedig 500-as. Viszont ez a kettő elment, ez mínusz 800 forint. De mivel hogy ezzel egy 1000-est nyertem, így visszajött ennek az ára, így csak a budget ment el, ami 300, tehát így 1008-ból, hát igazából mínusz 300 forintot buktunk fel, ami nem egy nagy tét. Én úgy érzem. Na jó, amúgy jó kis sorsjegy, tehát azt meg kell hagyni.
Most ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok és nyomjátok meg a csengőt, hogy semmilyen tartalomról sem maradjatok le. Sziasztok!